Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket a második adásban, ahol már ugye az előző adásban a kezdőknek szólt a jó tanácsok, most egy kicsit a haladóbbak felé fogok egy pár ötletet mondani. Itt már felkészülést fogom szóba ejteni, a frissítésről, a esetleges sérülésekről egy pár szóban, a fontos dolog a táplálékkiegészítésről, és most itt vagyunk Székesfehérváron, a Halász Parkban, ez a szűkebb kis hazám, itt is sokat szoktam futni, főleg akkor, hogyha a körversenyekre készülök, mert itt is lehet szokni a monotóniát, de egy nagyon hangulatos kis park. Azt még el szeretném nektek mondani, hogy magáról ez az adás, ez az én saját tapasztalataimról szólnak, tehát amiket én már 6 éve megtapasztaltam magamon, és nem tudományos alapokra helyezem a hangsúlyt, hanem igyekszem konyhanyelven elmondani azt, amit én gondolok, és amit szeretnék nektek elmondani. Felkészülhetünk úgy, hogy saját magunktól, tehát kitalálunk valamit, hogy éppen merre futunk, hogyan futunk, én ezt szeretem, én ennek vagyok a híve, tehát én is sokszor úgy vagyok, hogy a lépcsőházból kilépve döntöm el, hogy éppen futok 15-öt, és ha jól érzem magam, akkor futok 20-25 kilométert. Egy barátom ezt ösztönfutásnak nevezte, ami nagyon találó, mert valójában tényleg benne van a pakliba az, hogy kimegyünk egy 15 kilométeres futásra, nagyon jól érezzük magunkat, és megyünk tovább még esetleg egy 20-25-öt. A másik lehetőség az, hogy edzésterv alapján készüljünk fel. Nagyon sok edzésterv van az interneten. Én melegen tudom ajánlani Monspars Salótának az edzésterveit. Én a legelső maratonra valójában azzal készültem, és nagyon sok futótársam is ez alapján készülget. Ezt is tudom tanácsolni. Illetve van egy harmadik lehetőség, hogy ha nagyon szeretjük a kötöttségeket, hogy megkeressünk egy edzőt, mindenhol vannak, és akkor az edző utasításai alapján, edzéstervei alapján készülünk. Ennek is megvan az előnye, hiszen figyel ránk folyamatosan, ránk építi az edzéstervet, felmérje az állapotunkat, és akkor úgy készít fel minket. Vannak azért lelki felkészülése is a dolognak. Az egyik legfontosabb lelki felkészülés az, hogy legyen motivációnk. Tehát az, hogy elhatározzuk, hogy akarunk futni egy félmaratont, vagy később egy maratont, az egy hosszú út vezet odáig, egy hosszú, sok edzés sorozat. És ezt a motivációt tartsuk fejben akkor is, amikor lemegyünk futni, akár olyan idő van, hogy rossz idő van, nagyon meleg van, nincs kedvünk futni, induljunk neki akkor is mindenképp, mert ez visz minket előre, ebbe tudunk fejlődni. Illetve nagyon fontos az, hogy célokat tűzünk ki magunk elé, először reális célokat, tehát az, hogy legyünk nagyjából tisztában azzal, hogy mit akarunk elérni, mit tudunk jelen pillanatunkban, és illetve egy távlati célokat is, például ez esetünkben legyen, mit tudom, először egy félmaraton, és későbbiekben, 2-3 év múlva pedig egy maraton. És ez alapján készüljünk fel. Én nagyon fontosnak tartom a harmadik dolgot, amit én úgy nevezek, hogy tisztelet a táv iránt, a verseny iránt, és ebbe benne tartoznak a szurkolók, a szervezők, és a futótársak is. Tehát tiszteljük meg magunkat azzal, hogy amikor oda megyünk egy versenyre, nem nagy arccal állunk oda, hanem tényleg megfelelő alázattal, és figyeljünk oda a másikra is. Most két edzéstípusról szeretnék pár szót ejteni. Ugye kitűztük magunknak elé például egy félmaratont, ami legyen most ez a reális célunk. Ebben a félmaratonban azért egy kicsit gyorsnak is kell lennünk, illetve kell azért az állóképesség is hozzá. A gyorsuláshoz tudjuk használni nagyon jó az intervallos edzéseket, illetve az iramjátékos edzéseket. Én az utóbbit szoktam preferálni, mert az tényleg egy örömfutás. Az intervallos egy kicsit jobban oda kell figyelni, és jobban meg kell hajtani a dolgokat, de még azt is úgy lehet élvezni. Illetve az állóképesség növeléséhez nagyon, nagyon jó az úgynevezett LSD futás. Most ez tényleg ez olyan lesz, mint a drog, ha megismered és ráérzel az ízére, hiszen egy hosszú, lassú futás a magyar jelentése, hogyha ráérzel az ízére, akkor tényleg a kábítószer rabja leszel. Szígyétek, most bemutattam, hogy szépen nyugodtan nézelődök, futkározok a parkban, szép nyugodtan, semmi rohanás. Most egy rövidebb táv, de végül is, hogyha ezt kitoljátok, 15-20 kilométerre, és tényleg nézitek az embereket, a természetet, a zöldet, a reget, nem kell semmire se figyelni, engedjétek a gondolatokat csak magatokba. Nagyon fontos egy versenyen a frissítés. De félmaratonon is azért neki lehet úgy állni, hogy iszol sokat, aztán esetleg egy gélt, vagy valamit bedobsz a frissítő asztalról. A maratonon azért már egy kicsit összetettebb a dolog. Erre nagyon figyelni kell a frissítésre, hiszen ha keveset iszol, főleg egy maratonnál, azért a dehidratáció felléphet, kiszáradhatsz, és akkor nagyon rosszul leszel. Én azt tudom tanácsolni, hogy a legjobb próbálgatás a frissítésre, ami teljesen egyéni persze, az, hogy edzésen is ezt gyakoroljátok. Én általában 10 km
és futás felett én már viszek mindig magammal vizet, legalább, vagy izotóniás italt. Ezt tehetitek azt, hogy kézi kulacsba, hasra szerelhető kulacstartóval, vagy akár csak egy üvegpalackot visztek magaddal, de főleg a nagy melegben ezt mindenképp igyekezzetek pótolni. Tehát megtapasztaljuk magát azt, hogy saját magunkon kitapasztaljuk, kigyakoroljuk, illetve összegyűjtünk tanácsokat innen-onnan, hogy hogy frissítsünk. Én nagyon fontos dolognak tartom, amiről sokszor vita folyik nagyon sok fórumon, a táplálékkiegészítőknek a fontossága. Na most ugye azt tudjuk, hogy egy verseny vagy egy edzés során azért a testünk izzad, nagyon sok ásványanyagot beszintünk ezáltal, és ezt valahonnan pótolni kell. Én azt gondolom, hogy a mai ételek mellett ezt nehéz pótolni, és ezért fontos maga a táplálékkiegészítők használata. Nem kell nagy dolgokra gondolni, mindenképp egy alap a maga C-vitamin, a multivitamin, illetve ugye, hogy az izmok visszakapják azt, amit elvesztettek a futás során, és ne bomoljanak le. Ezért fontos egy aminósav használata, illetve teljesavú fehérjének a használata, vagy bármilyen fehérje használata, valamint egy kis szénhidrát. Ez célszerű ezeket rögtön az edzés után fél órán belül visszapótolni, akkor mint egy szivacs úgy szívja föl ezeket a tápanyagokat és vonza magába. Tehát ugye futunk, versenyzünk, élvezzük a futást, óvatatlanul, ha pechünk van, becsúszhat egy-két sérülés is. Ugye szoktuk mondani azt, hogy a testünk azért az jelez, hogyha valami probléma van, neki áll tiltakozni, illetve hogyha rosszul melegítünk be, nem nyújtunk rendesen, ugye akkor is előfordulhatnak kisebb-nagyobb sérülések. Én azt tudom tanácsolni, hogy azért mindennél nem kell rögtön orvoshoz rohanni. A táplálékkiegészítőknél ugye elfelejtettem megjelenteni, fontosnak tartom azért azt, hogy léteznek olyan táplálékkiegészítők, amik maga az ízületvédők, amiket szintén célszerű használni, kúraszerűen, illetve hogyha olyan sérülésünk van, jegelés, krémekkel talán még ezt rendbe tudjuk hozni, hogyha időben észreveszünk. Persze, hogyha nagyobb sérülések vannak, tehát súlyosabbak, nagyon fájnak, azért nézessük meg orvossal. De mondom azt, ha időben észreveszük a test jelzését, akkor ezt még el tudjuk kerülni. A villanyjátékos edzés, hát nagyon jó módszer, a villanyoszlop módszer, amikor két villanyoszlop fut sprintelve, jó ízűen, utána szépen kegyed a futásodat, és szép lassan visszalassítasz, és egy-két villanyoszlopot pedig szép lassan lekocogsz. Meg volt az edzés, meg volt a mentális felkészülésünk, és eldöntöttük fejbe, hogy benevezünk egy versenyre. Odaálltunk a rajthoz, nagyon sokan lesznek, valószínű félmaraton, maraton azért jócskán szoktak indulni, főleg nagyobb versenyeken. Mire figyeljünk oda a rajtnál? Ugye sok tapasztalatlan versenyző, ezt annan is tudom mondani, mert kétszer voltam iramfutó maratonon, 5 óra 30-as, tehát ebből is megvan a tapasztalatom. Nagyon sok futó hajlamos elindulni a tömeggel, és hagyja magát, hogy vigye a tömeg, és nagyon el tudják futni az elejét, és akkor utána jön a úgynevezett nagy halál, amikor már lépni se bírnak, vonszolják magukat, és az iramfutók se tudnak neki segíteni, és jön az árobusz. Nem kívánom senkinek, hogy odáig eljusson. Nagyon figyeljünk oda, álljunk be a kis saját tempónkra, a saját céljainkhoz. Az első maratonomra azt csináltam, hogy még a tollal felírtam a karomra is, hogy kilométerenként, hogy pontosan hol álljak, és próbáltam arra figyelni. Persze belecsúszhat, egy kicsit gyorsabban kezdtem, de igyekeztem azt a tempót tartani. Ezt tudom nektek is tanácsolni, hogy erre figyeljetek oda, ne rohanjatok a többiekkel, és akkor biztosabb lesz a siker. A frissítésre itt nagyon figyeljetek oda, ugye edzéseken már ezt nagyon begyakoroltátok reményeim szerint. 5 kilométerenként általában vannak frissítő állomások, azokon van víz, izó, a verseny másik felében már van kóla is. A szőlőt cukrot én nem tanácsolom nektek, de a banán és a többi ital az mindenképp, sőt én azt tanácsolom, hogy minden állomásra legalább igyatok egy kicsit. Fél maratonon el lehet menni, vizen és izón esetleg egy kis banánon, a maratonon azért már egy kicsivel többet egyetek, igyatok. Hát nagyon kívánok nektek sérülésmentes felkészülést a versenyekre, érezzétek magutokban a motivációt, fussatok jókat, élvezzétek magát a futást, és iratkozzatok fel a Muscle & Fitness csatornájára YouTube-on. Thank you.